Egyrészt az Unió, másodszorban pedig a kormányzat is foglalkozik azzal, hogy a vidéki települések megerősítése érdekében milyen forrásokat tud még biztosítani, a különböző elképzelésekre szükség van rá. Mondta Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke akkor, amikor a Bátaszéket Alsónyékkel összekötő kerékpárutat hivatalosan is átadták az év végén. Az időjárás akkor sem volt igazán kerékpáros barát, de az utat használatba vették, nagyban hozzájárulva ezzel a mikrorégió fejlődéséhez. Ez az út gyakorlatilag a két települést, ahogy említettem, is szorosabbra fogja fűzni, hiszen a gyerekek Alsónyékről iskolába tudnak biztonságosan beközlekedni, munkahelyeket meg lehet biztonságosan közelíteni, sőt adott esetben minden olyan a mindennapi élete szükséges dolgokat, bevásárlás, rokonlátogatás már nagyon-nagyon biztonságos körülmények között tudják megtenni, mind a bátaszékiek, mind pedig az alsónyékiek. A kerékpárosan szép az élet akcióval a biztonságos közlekedésre és szemléletformálásra akarták felhívni a figyelmet. Próbáljuk egy kicsit az embereknek, a gyerekeknek a figyelmét felhívni arra, hogy tessék használni, tessék tulajdonba venni, úgymond, mert ez az ő érdeküket is szolgálja, hogy ezt használják biztonságosabbá téve ezzel a közlekedést. Az, hogy most az idő sajnos ilyen, ez nem veszi kedvünket, lehet, hogy kicsit kevesebben leszünk, de bízom benne, hogy nagyon jól fogjuk érezni magunkat. A havadás ellenére közel 40-en vágtak neki a másfél kilométeres távnak.